Végéhez közeledik a Városgondnokság épületének a felújítása, tudtuk meg Molnár Pál igazgatótól. Az épületen már csak minimális építőipari munkák vannak hátra. Nevezetesen néhány gráslapnak a beszerzése van folyamatban, amely olyan speciális a mozgássérültek számára is járható járlapok lehelyezését jelenti ez, amely csak külföldön szerezhető be. Ennek gyártatása folyamatban, és a napokban ezek is elhelyezésre kerülnek. A 100 milliós felújítással olyan energetikai beruházás valósul meg, amely tartalmazza a teljes falszigetelésen túl az energetikai felújítást, a külső homlokzati és tetőtéri hőszigetelést. Teljesen új tetőszerkezet készült, valamint az épületgépészet és fűtésrendszer is 21. századi legkorszerűbb lett. Ez egy olyan energetikai beruházás volt főleg, amely tartalmazott az energetikai felújításon, szigetelésen kívül vízszigetelést is, ugyanis egy nagyon régi épületről volt szó, amely az építés során, annak idején, amikor néhány évtizeddel ezelőtt építették, nem kapott megfelelő vízszigetelést, a falak vizesek voltak, ez leszigetelésre került egy átvágásos, egy falátvágásos technológiával, valamint külső homlokzati és tetőtéri hőszigetelés is kapott, valamint teljesen új tetőszerkezet, tehát épületgépészet tekintetében is teljes új légtechnikát kapott, valamint a fűtésrendszer is a mai viszonyok között, a gáz fűtésrendszerek között a legkorszerűbbet kapta meg. A tervek szerint történt meg az átalakítás, a tervező úgy tervezte meg, ahogy mi kívántuk, a kívánságokat figyelembe vették, és gyakorlatilag elmondhatom, hogy ahogy mi megálmodtuk, megterveztük, úgy került a kivitelező elé is ez a terv, és aszerint valósította meg a kivitelezést. Tervek szerint az utómunkálatok után a jelenlegi helyéről a műszaki csoport biztosan vissza fog a Villamos utcára költözni. S hogy a könyvelés, számvitel, pénzügy és a munkaügy hol lesz a későbbiekben, azt a város vezetésével együtt fogják pontosítani. Nagy valószínűséggel a Városgondnokságnak egy része fog csak ide visszaköltözni, a műszaki csoport mindenféleképpen. Az, hogy a könyvelés, a számvitel és a pénzügy és a munkaügy hol fog maradni, ezt még ezután fogjuk majd a város legfelső vezetésével lepontosítani. A beruházás végén az udvart is rendezik. A zöld területet helyreállítják, ahogy azt tették pár éve a főtér beruházásánál is.